Ha-ho. Na, szevasztok, srácok! Üdvözlet mindenkinek! Boldog hétfőt, Medi Max! Hétfőt kívánok mindenkinek! Remélem, mindenki nagyon-nagyon jól van. Remélem, mindenkinek nincs olyan nagyon melege, vagy senkinek sincs olyan túlságosan melege, bár kurva meleg van. Pörgetjük tovább a Mad Max-et. Megint volt off-stream farming, megint mindjárt vásárolunk, megint mindjárt fejlesztjük Max-et, ez lesz a stream eleje. Közben meg még itt felvázolom, hogy nagyjából mi a terv mára, én megmagyarázom, hogy miért ez a cím. Üdv mindenkinek! Legat közben, Galbavi, Aputest, Taki Zoli, nagyon szépen köszönjük a támogatásokat, srácok! Üdv mindenkinek itt a streamben! Pörg tovább Mad-nek, megy tovább a viddel, megmutatom a mappot elsősorban, tehát most úgy állunk a mappal, hogy ennyi terület van felszabadítva, tehát amelyiknek nincs színe. Ez. Ennyi területet sikerült kinullázni, és akkor itt látjátok, hogy ahogy így enyhülnek a dolgok, még lesz dolgunk, de nyilván nem ezekkel az elaprózott dolgokkal fogunk foglalkozni ma, csak néhányal ezek közül. Például azt hiszem ide egy tábor és két aknamező hiányzik, hogy ezt a területet is felszabadítsuk. Hát, lehet, hogy a mai streamben bele fog férni azt, hogy Gadgash területeit is kinullázzuk a picsába. Jó? Így mind mellékküldetés, csináljuk tovább a kék küldetéseket, meg a címmel kapcsolatos küldetést. Ma kezd, köszi szépen a 62 hónapot, nagyon szépen köszönjük neked is. Köszi szépen, srácok, hogy itt vagytok. Darky the Dude, köszi szépen a giftet. Üdv mindenkinek, srácok. Szintén. Szóval, összeszedtem 6500 scrapet így off-stream, hogy azt elköltsük, vegyünk belőle, ugye új motort, azt mindenképpen kell vegyünk szerintem már a stream elején, mert ez nagyon fontos, hogy az legyen az mindig, meg megveszünk valamelyik nagyobb fejlesztést, de lesz dolgunk azzal kapcsolatban is. Szóval nézzük meg először, hogy mi a helyzet fejlesztés ügyileg, amit szintén ugye meg kellene csinálnunk. Szóval fejlesztés ügyileg az a helyzet, így néz ki most a Magnum Opus egyelőre, és akkor ugye azt tudjuk, hogy a Gadgash területeket azért csináltam, hogy ugye elérhetőek legyenek a durva fejlesztések az autóra, tehát azt tudjuk, hogy a legbaszóbb malacor, tehát a zúzó megbaszó torlasz, vagy elsőlökhárító, vagy ütköző, vagy tehénterelő, vagy nem tudom, minek hívjam, az pörög, a fullos páncél pöröghet, a következő motor pöröghet, a legdurvább kerék pöröghet, én szerintem arra rá fogok menni, a felfüggesztés megvan, nitróból mindig, meg ez a csiszolandusz, a szeletelő felni, az is kell. Úgyhogy ezeket mindenképpen meg kell csináljuk rá, remélem, hogy ez bele fog férni még ma, azon kívül, hogy Gadgash-t felszabadítjuk, és csináljuk a mellékületéseket. A motort azt mindjárt fejleszteni fogjuk, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni, stb. Ezen kívül nyilvánvalóan itt a fegyverzet, meg minden az ég egyet a világon még fejleszthető tovább, de arra majd később rátérünk. Ezen kívül azért az lett a címe ennek a streamnek, srácok. Remélem, aki akart jönni, az már jött, tehát úgy mondom, hogy halljátok, hogy a leggyorsabb fenevad, azt hiszem az lett a stream címe, mert hogy az egyik versenyen meg lehet szerezni a leggyorsabb autót a játékban, ami tök véletlenül egyébként ott van, ahol ez a mellékküldetés, ezen a versenyen azt hiszem, meg lehet szerezni a leggyorsabb autót a játékban, és ez egy cél, hogy ezt amúgy megcsinálhatnánk ma mindenféleképpen. Szerintem még úgy, hogy ezt a mellékületést először megcsináljuk, aztán meg rápörgök erre szerintem, és akkor vagy lehet, hogy előtte a versenyt kérem. Mindegy, majd mindjárt kiderítjük, hogy az hogy van. Egyelőre ide fogunk fast travel-ölni. Úgyhogy ez lesz a lényeg. Pubi, köszi az 58 hónapot közben neked is. Hogy tuning nélkül a leggyors? Micsoda? Na várjatok egy kicsit, srácok, mert már mindent elmondtam, mióta elkezdtük a streamet. Csak a Magnum Opus-t lehet tuningolni, a megszerezhető autókkal semmit sem lehet csinálni ebben a játékban. Elvileg. Szevasz, Reb úr! Legalábbis, ha jól tudom, akkor azokhoz nem lehet hozzányúlni. Na jó, először kimegyünk. Szóval, ugye itt vagyunk, most így néz ki a Magnum Opus. Nézzük meg, hogy mire van pénzünk. Tehát a motort vegyük meg, jó? Ugye most jelenleg ez a közepes méretű V8 van benne. Várjatok? Ó! Oh! Ezeket meg kéne baszni, nem?
teszteljük, hogy bírja most a cucc. Bemelegítésnek nem lesz rossz. Annyira akar égni. Csak nagyon keveset, úgyhogy annyira nem poén. Viszont a hordó... az robban. Oké? Okay. Erről ennyit. Nem mondod, Rebur. Megígértem. Szóval, ez van most. Ez a V8 benne. Na nézzük, szereljük be a következőt. Arra, ez már 60%-kal növeli a dolgokat, ez már masszív, Big Chief. Anyám. Hogy néz ki ez a nagy három nagy húkatöltő? Jóisten! Halljátok ezt? Megvan a motor. Ugye, mivel versenyre akarunk menni, srácok, megszerezni a leggyorsabb gépet a játékban, ezért gondolom a sebesség lesz a fontos. Szeg! Kapta? Szóval azzal kapcsolatos fejlesztést kéne venni, de majd ezt meglátjuk. Közben Obi, köszi 62 napot, Sir Archibaldon Aten, Cube Hunter, köszi szépen nektek is a 43 és a 64 hónapot. Köszi szépen, srácok. Megyünk tovább. Most már a végsebesség is nő. Ugye irányíthatóság szempontjából megvehetnénk a baszókereket, de a versenyeknél ott specifikus példel kell menni, srácok. Vagy bármivel lehet menni. Igen, alakul a verda, srácok. Mert ugye most ezért ennél még sokkal gyorsabb tud lenni a verda, hogyha lepucoljuk róla a páncélt, a lökősújt, meg minden szart. Lehet, hogy mellette a projekt cuccot fogjuk megcsinálni, aztán a versenyt. Specbuild el kell menni, közé srácok az infót. Még várunk azzal a jelölővel. Nem fognak tudni beszállni. Igen, szóval itt van. Itt a verseny. Adott kocsikkal kell menni a versenyen. Oké, de oké. Azt hiszem ezért a versenyért fog járni a leggyorsabb kocsi. Crow Dazzle raises a black wing. I salute your daring. Oké, tehát pusztíts el egy hordót minden ellenőrző pontnál. Ez már megvolt. Ez az? Oké, tehát ő az, látjátok? Őt tudjuk megnyerni. Ezzel a versennyel nyerjük meg a The 12-et, vagy nem, srácok?
Értem. Ez, oké. Én is úgy emlékszem, hogy ő a leggyorsabb. A Speed Demonnal tudunk rámenni. Azt nem tudom, hogy ha most én átalakítom ezt a kocsit Speed Demonná, ó, várjátok is. A sebesség őrülthöz most már a legnagyobb V8 kell? Akkor ezen a versenyen addig nem tudunk részt venni? Akkor muszáj azzal a másik kis köcsög autóval menni? Mert az is megvan nekem. Jobbra számítottál? Már mind nálam? Nálam mindenki jobbra számít, öreg. Ha nem erre gondoltál, akkor meg nem tudom miről. Igen, akkor ezzel nem tudunk menni, hanem ezzel kell mennünk, igaz? Hát ez nem túl gyors ez a kocsi. Meglátjuk, hogy megy. Német Pepe, PG, Pasta, köszi szépen a 30 hónapot. Anonym Shooter, köszi srácok. Na, kíváncsi leszek. Meglátjuk, hogy megy ezzel. Csak ebben nincs nitró, az a nagy baj. Ez a kis fing! Megint kezdődik, srácok. Kövérebbre számítottatok? Mint én. Oké. Újra. Kiderül, hogy fog menni. Lehetséges, hogy ez különböző set helytartó, de erről már 4 perccel ezelőtt beszéltünk, az a baj, már elsiklottam, és már egy másik kocsival versenyzünk. De meg nagyobb szakára. Ezt megszereztem, ezt a kocsit, még így a kurva szádat, bazd meg! Aki itt van, mind tudja, hogy ennek a versenynek mi a lényege, és miért indítom újra. Enci, köszönjük szépen az 5-ös subgift bombot, nagyon szépen köszönjük neked a támogatást a többiek nevében is, Enci. Köszi szépen. Péter Gatyán, köszi az 59 hónapot. Nagyon köszi. Hajrá, FX, bizony, ebben a melegben nem lenne jó. Köszi a csírt. Nem scripted volt, nem. Hagyjál! Oké! Gáz! Átvettük a vezetést? Az jó, mert akkor válogathatunk a hordókból. Valamennyire. Gyerünk, kis lófasz Jóska! És nem rá... Jó. Koncentrálj, nem kell nagyon nagy gáz, nem kell féksem. És a hordó is eltérít egy kicsit az útról, az a baj. De konkrétan ez is egy ütközés. Gyerünk, most patlóz egyenesben! Jaj! Szép, eddig szép.
Most be a sziklák közé, nem lesz jó? Azt a rohadt, de nehezen vette a kettest! Jó, nem kettes volt! Basz meg, megint a keresztbe fordul! Pont mint az előző versenyen, basz meg! Hagyjál! Jó, padló, 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 padló! Ez az... Eddig jó? Nem is olyan lassú ez a kis autó! Gyerünk, 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 gyerünk! Nyomja, 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 nyomja! Eddig nem rossz? De ki a Veldeles már? Oké, okay. Elég nagy az előnyünk. Mi a faszom? Az idő. The time! Nagy fék kellett, srácok! De nem a 12-et kaptam meg. Na várjatok, srácok, egy pillanat. Ó, azt majd egy mission, egy mellékküldetés közben kapjuk meg. Én azt hittem ezzel a versennyel. Oké, nem gond. Azt amúgy is meg fogjuk csinálni. Zsír. Jó. Na, akkor... megyünk tovább. Kurva anyádat. És megcsináljuk ezt a küldetést, ami ugye most be van aktiválva nekünk, jó? Jó. Azt hittem, hogy ezzel lesz meg a cucc. Bár tudom, hogy van, aki jobbra számított. Jó. Azt akarom megnézni még, hogy ezt a fast travel pointot is aktiválnunk kellene. De a versenyt megnyertük. Jó, nem, várjatok. Még nem azt. Először még Griffa. Griffánál fejlesztünk. És utána. József, köszi szépen a 43 napot. Atim, neked köszi a 16-ot. Kifingot, Fing, neked is köszi a 16 napot. Áud, Gyuresz, köszi a 23-at. Még Griffához megyünk fejleszteni. Az ember mindig jobbra számít. Egy. Mi zsarabok fenc? Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing. Because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. Na, még van 23 pont. Azt a kurva. HP max, essencia max, ócskavas max, benzin max, ez max. Na. Hol van a szintező szint? Ja, ez a legenda szint volt, oké. Okay. Hát, meg lesz, nem lesz meg minden max, ugye? Hát, de?
sell them. Hát, akkor minden, Max. Igaz? Zsír! Azt akarom megnézni, hogy a legendába most hogy állunk? Országúti harcos vagyok már, 16-os szint, ennek mi a max szintje? Mert ez most már a Road Warrior. Ez akkor csutka? Akkor Road Warrior, aztán csecs? Hogy ilyen szépen mondjam? Ez ennyi? Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, a kerekeket akartam kifejleszteni még szerintem. Azokat akartam maxra húzni, hogy a homokban is olyan legyen az irányítás. Bazd meg! Ez az szöges! Te kurva! Meg a kerékdarátort akartuk feltenni, srácok, azt ne felejtsük el, hogy még basszóbb legyen a kerék. Ezt a kúrógépet. Mint egy szétrobbant segjük, bazd meg. Na ez igen. Ez igen. Jó, balont először, bemelegítő. Fejlődünk, de még két blokk még mindig hátra van. Sokkal jobban irányítható a homokon. Jobban tud kanyarodni, meg megfogni magát is. Elég durva cucc. Jó, a Fast Travel Point miatt kell az a balon nekünk. Zsoca, Big Wolfmeister és Taz, nagyon szépen köszönjük nektek is. Haladunk, srácok, haladunk. Max-el kapcsolatban a fejlesztéseket, na mindegy, ezt majd kitaláljuk, látom is, hogy innen honnan van. Gyors. Hát gyors lett amúgy. Úgy, hogy minden páncél rajta van, gondoljatok bele. Király lenne, hogyha ma összetudnánk szedni a még nagyobb V8-ra, ugye? Az mennyibe kerül? Ez gusztustalan összeg, igaz? Ó, meg ahhoz rózsaszemnek kell a területét lejjebb csöszni. Hát, hosszú ez a mai stream, majd meglátjuk. Bár nem hiszem, hogy sikerülni fog. Whee! Na nézzük, milyen maxos Max. Kaptam. Négy ócskavas van itt? Mit üvöltesz? Kussolj már! És látjátok, ott lefelé is lehet menni. Egy hőlégbalanos helyen? Úristen! Lámpa. Na, ki az első? Ez az. A páros lábbal belekúró. Oké. Kis ócskavas. Kis ócskavas. Jó, és akkor elvileg ezen nyit lent? Nem, itt van egy létra. Huh. Hyperhun, köszi szépen a Peorka, köszi a 44 hónapot. Kethios, köszi szépen a 68 hónap feliratkozást. Nagyon szépen köszönjük, haver. Van itt még valami. Az ócskavason kívül.
Vissza kell hívni. Nincs benne benzin. Jó. Lehet, hogy egy relikvia lesz. Aha, igen, ez. Itt is van. Zsír. Na most van meg a helyszín. Akkor meg kell tankoljuk a visszahívót, tudod, ez ott van lent. Á, Istennek lehet huppanni a benzines kannával. Hupp! Úgyhogy már pörög is. Dirdur, köszi az 5 hónapot! Bram! És akkor már csak vissza kell húzni, meg felfedezni, meg amit el tudtok képzelni. Menjem el fel azon a kurva rét, jó? Klik! Ilyen kis távolság is mennyi melóba tud kerülni? Brrrr! Itt Stolvévsz, neked is kellemes délutánt. Most már 6-an vagyunk. Magaslatok! Ugye, prefektor? Néha úgy érzem. Ismeretlen okokból. Hát innen nem tudom, hogy mennyi felfedezetlen cucc maradt. Szerintem amúgy nem sok. Mert ezek már csak védelmi rendszerek. Pontjával töltelék! Nézem, de a legtöbb dolgot felfedeztek ebben a régióban. Nem, ott még van egy tábor. Meg amúgy itt is láttam még, de az egy másik régiónak. Aha, ezek másik régió cuccai. Ha meglátjuk. Mondjuk. De megvan a fast travel point, ez a lényeg. Meg lesz most már, oké. Vissza. Így igaz, Soulwaves. Így igaz. Ezt akartam mondani. Prefektor, ott mi történik? A név miatt van? Az all caps. Beszarok. Bocsi, LGT, Kristóf. Be van állítva, hogy ne lehessen all caps-el írni nekünk a cseten nagyon sokat. És szerintem a nevedet úgy látta ez a szemét állat, hogy az all caps, és azért tiltogat a move-ot. Még ilyen nem volt, szerintem. Vagy legalábbis én nem találkoztam vele. Érdekes. Jó. Tehát ott tartottunk, hogy ezt az alkatrészt akartam még megszerezni, és aztán megcsináljuk a mellékküldetést. Nézzük meg, milyen gyors a Verda, ha lebontjuk a páncélt. Jó, nem kell nagyon lebontani a páncélt, csak úgy módjával. Mondjuk ezt a páncélt, jobban néz ki nélküle, meg mondjuk ezt. Csak mondjuk így orr nélkül, meg olyan csúnya. Nem baj. Hoppá! És persze most jönnek. Nem baj, elméletileg ezzel a V8-szal már páncél nélkül viszont nem tudnak lehagyni. Á, kibaszott gyors. Pokolian néz ki ezekkel az új kerekekkel, nem? A futófelület rendkívül hatékony. Nem tudom, LGT Kristóf, hogy ez mi a tököm most. Tőle teljesen új, azért is figyeltem fel rá. Igen, így a páncél nélkül érződik a sebesség. Hopp! Bele kellett volna akasztani az egyik Józsiba egy kampót.
Mami, mi történik? Na? Kijött a kerék? Shorten! És még mindig van... Ezt mondhatni patkázásnak, ezt nevezhetjük. Starky, köszi szépen, Morpheus, Csaba Garami, köszi a giftet, Atom, köszi a 62 hónapot, nagyon kösz haver neked is. Wow. Ez sziklázás, nem pat. Jó, oké, jogos. És Nokedli, köszi ezekben hármat. Köszi srácok mindenkinek. Idáig jöttünk. Hú, várjátok, van egy ötletem. Tudod, ki fog verekedni? Uhú! Pajzsos! Na, most, hogy megtisztítottuk a tábort, mehetünk is. Mit csinálsz? Itt vagyok. Hey! Ow! Kapd a... Egy gyógycsavas. Egy projektdarabot keresünk most konkrétan valamelyik bázisra. Szerintem Gatgash ez amúgy, de mindegy. Itt a projekt alkatrész. Megtapossuk. Ez pedig az ócskavas gyűjtők. De ez rózsaszín szem környékén. Jó, de megvan a 100%. Ez a kocsink, ez megvan. Jó, akkor azt nem kell beszereznünk. Jó, és akkor ezt a mellékküldetést. Ezt Deep Fryer-nak csináljuk most. Ugye ezt kezdtük el a múltkor. Kedves fritőznek végezzük el ezt a mellékküldetést. És utána elkezdjük Hópa Csaj, ugye? Deep Fryer-nak az erődjéből, ugye? Őt kezdjük el csinálni, hogy meglegyen a 12, a leggyorsabb autó. Mert az a mai cél. Fuck you! Szerintem kapta. És nincs rajtam páncél, értitek? Ja igen, ez volt az a küldetés, ami csak éjszaka volt elérhető, ezért kellett rá várjunk. Most megvárjuk, amíg megcsinálja ő a Verdát, és akkor éjszaka kell visszajönni. Most már majdnem éjszaka van, ugye? Páncél ezen is fejlesztenünk kell, bassza meg, így most a motorra gyűjtök. Igen, ezt nem tudtuk a múltkor megcsinálni. Szállj ki! Szállj ki a kocsiból!
Szállj ki! Nem szállj ki? Szállj ki! Mit csinál? Na végre! Kiszállt! Cső, Martor! Mikató, köszi szépen, át van két hónapban neked is. Megvan ez a kocsi? Nincs meg. Mennyire van közel ide bázis? Francba. És addigra vajon éjszaka lesz? Vigyük vissza ezt a kocsit. Vissza kéne. És nem tudom, hogy Deep Fry-e van messzebb, vagy rózsaszem. Jó, megpróbálom visszavinni egy darabba, mert ez a kocsi még nincsen meg, bár eléggé lángol. Ennek nincs jó irányítás, a srácok. Lesznek gondok? Ez nincs benne, nincs meg a gyűjteménybe. És akkor csak azért gondolom azt, mert ha most visszavisszük ezt a kocsit, srácok, a bázisra, akkor mire visszajövök, lehet, hogy már este lesz. És akkor elérjük a célt, ha? Igen, ez a tartály nem túl jó hátul, de ez van. A motortérben van némi tűz, de ez teljesen normális. Nyugi van. Úgy nem is olyan lassú. Ettől csak gyorsabban megy. Igen, lángol a képernyő, széle meg betörik időnként. Amikor alacsony, és minél, annál durvább, minél jobban szét van baszva az autó. Megy le a nap, ugye? Aha, teljesen megy le. Szuper. Szuper, szuper. Az ülésfűtést onnan vezeti vissza, igen. Ott van már a bázis. Nagy ez a rózsaszín szemterület. Az ég az kurva jól néz ki. Szerintem ebben a játékban az egyik legszebb lett a Skybox, meg a robbanások egyszerűen elképesztően néznek ki. Ez egyébként más Avalanche játékra is vonatkozik. A Just Cause-ban is elképesztőek, de talán ebben a legjobbak. Valahogy a fényeket kapták el, és attól olyan feeling az egész. Oké, megvan. Hey, you doing some wild kind of wet work out there? Akkor megvan a Verda. Jó, és akkor most, hogyha visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk, ide, akkor elvileg már jók leszünk, igaz? Talán akkor este lesz. Próbáltam keresni az örömet az üremben. Mondom, akkor behúzunk egy plusz kocsit. Ezért jó néha másik autót is vezetni. Megint! Épp csak a széléhez! És rossz felé megyünk. Büdös kurva életbe! Nem baj, akkor shortcutozunk. Faszomba világít ez a kurva napocska! Chat-olvasgatás közben azért elbaszom a GPS-t. Csúnyán. Ó, persze, alacsony üzemanyag szint.
ezzel meg borda szőlőjék simán jók vagyunk. Nitróval is. Felkapcsolta az autófényszórót, az automata autófényszórót, szóval most már este van, nem? Csak a legsötétebb órában. Ez a feladat csak az éjszaka során érhető el. Fasza, akkor megnézzük, hogy a környéken mit tudunk csinálni, amíg még sötétebb lesz. Kurva anyádat. Az mi csinál az az elmerodgyantott? Nyugalom. Figyelj, srácok, én azért visszateszem a malacorrat, meg a páncélt. Nehogy itt legyen gond. Na most mi lesz? Meg kéne nézni amúgy, hogy a kerékre szeltető az hogy működik. Úristen, hátrafelé lángszorozó! Oké, nagy fék! Jó, nyugi, nyugi! Kapta! Ez az! Kiki ügyi ikóni! Igen, és hogyha megvan az a kocsi a múl srácok, nekem megvan, akkor tudsz... akkor tudsz vele hátrafelé lángszorozni. Lehet még szintet lépni, látjátok? Elkezdett menekülni! Ez az, kapd is be! Köcsög! Jó, ameddig ezeket, ezt a scavenge pointot megcsináljuk, addig meg lesz javítva a kocsi. Oké, hát ezt nem pont itt kell megközelíteni, de... de annyi baj legyen. Relikvia. Ez egy... ijászat? Oh! Oké. Az opuszon nem lehet szerelni ilyet. No. Killing with an arrow or a bullet will become second nature soon. Hihetetlen, hogy tudtál az idebe a kurva játékba. Ennyi volt itt? Ez nem. Csak ez az egy relikvia volt itt? 100%-os lett a cucc, mert ócska vasat itt nem látok egyáltalán. Oké, köszi. Köszi, srácok, amikor nem baszhatom itt a tovább a dolgokat. Azt hittük, hogy a verseny adja a leggyorsabb errát, azért mentünk rá, de nem. Nem az adta, egy melléküldetés adja majd, a húpnak a melléküldetés, amit remélem, ha meg tudunk csinálni. Most csak az elején szarakodunk, mert ez az egy melléküldetés, amit most akarok csinálni, ez éjszaka kell legyen, és még mindig nem ment le teljesen a nap. Ó, bazd meg már megint! Valaki kapta? A darabjai csak úgy repkednek! Még itt van egy másik ilyen scavenge cucc, ezt még felszedjük gyorsan, ezt a scavenger cumot, hogy menjen még lejjebb a nap, de most már egészen sötétnek tűnik, nem?
csak azért nem nyomjuk az 50 srácok, mint az állat, mert már olyan közel van az est. És az a kis táborgenyó van itt. Jó ég. Nyolc? Ugye ez nem egy felfedezetlen tábor itt. De furcsa. Amit nem láttam távcsövön. Érdekes. Mi ez a hely? De furcsa, itt tele van minden ócskavassal, srácok, de sehol semmi. Vagy lesz itt egy mellékküldetés, ami még nem volt eddig, és most előre kifosztjuk. Nagyon furcsa. Jó, hát ezen nem újjon. Valaki tömegszexeli az automat közben kint. KB Junior, köszi a 14 hónapot. Köszi szépen. Köszönjük. Tutya és Kubika és Literation. Köszi szépen nektek is. Na. His armor must go. Na? Mi lesz ebből, fiam? Egy ilyet vittünk célba, ugye? Annyi baj legyen. Jól van. Most már este van szerintetek? Ez már elég este? Oké. Okay. Jó. Nekem még nem tűnik teljesen sötétnek, de mondjuk így. Még ezt a fél percet beleiktatjuk. Bele sok. Még egy kicsit rakok bele, aztán csá. Mert amúgy a képesség miatt szinte nem tud kifagyni a benzin. Kik azok az hátul? Honnan a faszomból jöttek?
Legyen este! Akkor most már jó. Srácok, még mindig nem jó. Ennek kellene itt lángolnia? De mennyi legyen még este, bazd meg! Mindjárt megnézzük. Még mindig nem jó, ugye? Innen nem fog látszódni semmi. Még nem a legsötétebb éjjel. Kurva életbe! Hát most már a közelben annyira nem nagyon tudok menni még sok mindent intézgetni. Hm? Még ezt tudjuk felvenni esetleg, és utána visszajönni. Hogy legyen még jobban este. Mindenen át vagyunk. Meg scavenge pointoljuk addig itt ezeket a részeket. Beteg egy küldetés részem úgy, de most komolyan. De most már azért is meg kell csináljuk. Milyen fura, nem, hogy az in-game time ilyen lassú. Aha, ott vannak lent. Hát, ott kapasak. Nem? Nem. Kihüppök. Kihappog. Milyen kajálás van itt, te jóságos. Wow! Nagyon. Nagyon-nagyon. Okidoki. Innen még mara? Hát... Megnézzük kívül is. Ott villog még. Ott villog még a cucc. A sátor hátuljában volt még. Ócskavas. Ezen itt át tudunk ugrani? Hát? Itt volt. Az ócskavas. 100%-ban kifosztott. Superb. Az best. Köszi szépen a 33 hónapot. Még mindig nincs tökre. Ó, hogy akkor... Na jó. Kérlek, hogy volt ez?
köcsög. Hajrá, Z-Hunter. Jó játékot hozzá előre is. Még mindig nincs elég ki este, ugye? Szóval Archibald Réten, ezt a mondatot most nem teljesen értem, pedig most olvasom harmadjára. Segíts! Fent van a hold! Ez már éjszaka? Nem, a kék pajzs mindenképpen ott van. Ennél jobban már nem lehet fent a hold, ugye? Most már este van? Nem fogják, nyugi. Szart se érnek. Én is tudok ám reszelni. Na, hogy basszátok meg. Amúgy ez a kocsi nem biztos, hogy megvan. Talán a kisebbik. Azt hiszem most már jó, igen. Szét fognak itt kocogtatni, most emiatt nem tudunk gyakorlatilag ugye bemenni a küldetésbe. Na hát ellövöldözök itt, ameddig meg nem oldják. Mindjárt elmenekülnek a picsába. Jó, már csak egy. Csak ki kell várni. Ez az. Köszönöm. Na most jó. Ott van a láng, látjátok? Ennyi volt. Tippeljetek, hova kell menni? Igen, oda!